Sziasztok! Mustang helyett egy Honda Insight, ami szerintem jobb autó, mint a Mustang, legalábbis nekem biztosan jobban kéne ez a Honda Insight, mint a Mustang. Persze biztos sokan másképp gondoljátok, de én inkább ezt választanám. Én nagyon szeretem ezeket az autókat, itt vagyok újra Korádokárba, György utcánál, és ezt a kis Insightot fogom megmutatni, ami egy nagyon jó kis hibrid autó, egy nagyon egyszerű és viszonylag árérérték arányba az egyik legjobb ilyen öntöltő hibrid. Ugye egyedül a Prius van ellenfele, de én mindig is jobban szerettem. Nézzétek meg a tesztet róla, van róla tesztem. Nekem én jobban szeretem, mint a Prius-t, persze, biztos sokan ezt is másképp gondoljátok, de nézzétek meg, milyen gyönyörű belseje van. Tök szép, sokkal jobban működik a váltója, mint a Prius-nak. Én nem mondom, hogy a Prius jó, rossz autó, hisz jó autó az is. Igazából mindkettő jó autó, és csak az ízlés dönti el, hogy ki melyiket válassza. Én biztos ezt választanám. Tök szép ez a krém, kékes belső, és természetesen ez egy hibátlan használt autó, tehát gyakorlatilag egyetlen egy rossz nyomot nem lehet rajta találni. Tök szép, nincs elkopva benne semmi, gyönyörű a belseje, külseje, jól néz ki. Jó vaskos kormánya van, olyan jó megfogni tényleg. Kis automata váltó benne, jól néz ki ez a középkonzol. Én mondjuk mindig is nagy hondás voltam, nekem a hondák a kedvenceim, és erről már sokszor beszéltem, egy-kettő kivétel valami szerintem jobb nála. Egy és 2009-es motor, ugye ez az 1.4-es, ami igazából 1.3-as motor, 88 lőerő, de erősebbnek érződik, 3.200.000 kapunk, tehát 62.000 kilométer van benne, ami gyakorlatilag semmi, hisz, és egy szinte új autót kapunk, hisz a belseje, állapota, kilométer, meg műszakilag minden azt tükrözi, hogy ez egy hibátlan, olyan használt autó, ami majdnem új, és gyönyörű a belseje, tényleg. Tehát, mintha mosott volna ki a szalomból. Tehát, aki tényleg keres egy kisfogyasztású hibrid autót, a manapság a dránguló üzemanyag árakhoz ennél jobbat szerintem nem talál. Nagyon jó kis hétköznapi partner, és pont az a jó benne, hogy kis hétköznapi autó, ami mindenre jó. Tök szép, kívül, belül, jó a formája. Na, ez a műszeregység is nekem nagyon tetszik. Behajtódnak a tükrei. Van egy e-kongom, de mondom, nézzétek meg a tesztet. És tök szép kívülről is. Tök szépen csukodnak az ajtajai. Na, ezt jól lebasztam, ha lehet azt mondani. De azon kívül tök szép az egész autó. Nagyon szép ez az ív. Ez egy kicsit, megmondom őszintén, az új Priusra emlékeztet, a legújabbra. Nagyon hasonló ez a far kialakítás. Úgyhogy azért nyilván lopnak egymástól. Ezt azt japán gyártók. Nagyon szép ez a felni. Tök jó gumi van rajta, természetesen ilyen Hondánál rozsdásodásra nem is kell gondolni, és tényleg ez a hibrid már bizonyított, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon tartós konstrukció. Tök jó néz ki, hogy ilyen kékes a lámpája, ez föl is van rendszámozva, úgyhogy gyakorlatilag
ezt a rendszámot kapja valaki, aki ezt az autót elviszi, és tényleg nagyon szépen felszerelt, szinte minden benne van, amit csak lehet. Úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy aki ilyen autót akar, és egy hibátlan Insightot szeretne. Amúgy, akinek nem tetszik az ezüst, azt mondja, hogy ő nem akar ezüstöt, akkor erre is van megoldás, hisz ez az autó 3,2 millió, de viszont itt hátul, a telepen tudok mutatni, még ezen kívül is vannak insightok, amiről külön videót nem akarok csinálni, de akkor már megmutatom, hogyha ezt nézitek, van egy fekete is, hasonló felszereltséggel, ez is föl van rendszámozva. 2009-es, 97.000 van benne, ez csak 3,1 millió. Ez fekete, ugyanaz a felszereltség, ugyanaz a felni, csak egy hajszálnyival több kilométer, ugyanúgy szép a belseje, gyakorlatilag ugyanúgy hibátlan állapotú. És akkor még kell legyen még egy valahol. Hát, vagy az is lehet, hogy az már elkelt. Talán itt van a másik. Van itt autó, annyi, hogy csak tudjatok válogatni. Itt van egy másik is. Azt mondja, ez még olcsóbb. Ez 2010-es. Van benne 146.000, és ez kerek 3 millió forint, de ez is legalább ugyanolyan szép, mint a másik kettő. Tehát aki Insightot akar, az nyugodtan jöjjön el ide a György utcába, egyből háromból válogathat. Azért az meg nem mindegy, hogy nem egyből kell válogatni, hanem eljöttök egy helyre, és egyből három autó vár, úgyhogy biztos, hogy találtok olyan Insightot, ami nektek megfelelő, és higgyétek el, ez egy nagyon-nagyon jó autó. Tehát ennél jobbakat nem nagyon gyártottak akkoriban. Ennyi pénzért jobb hibrid autót nem fogtok találni, mint a Honda Insight. Be fogom linkelni ide a videót, tényleg nézzétek meg, és döntsetek a háromból, vagy akár vegyétek mind meg mind a hármat, hát nyilván nem egy ember fogja megvenni mind a hármat, de hát az is lehet, hogy valaki annyira beleszeret, hogy egyből vesz három Insightot. Persze ez elég valószínűtlen. Na, sziasztok!